Háborús menekülteknek jár a menedékjog, de nem korlátlan számban. Ezt Molnár Gyula mondta. Az MSZP elnöke szerint a kvótát el kell felejteni, mert az nem megfelelő válasz a menekült kérdésre. A kvóta népszavazás pedig azt mutatja, hogy a Fidesznek semmi sem drága, ha a hatalomról van szó, mondta a szocialista politikus. Brüsszelben cserre készülnek. Ezt még az őszi ülés szaknyitásakor mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ugyanis, ha Magyarország visszautasítja a migránsokat, akkor az Európai Unió a baloldali városokkal állapodik meg a menekültek befogadásáról. A miniszterelnök szerint október 2-án meg kell állítani Brüsszelt. Gondolom a miniszterelnök úr, amikor Brüsszelt mond, akkor az Európai Unióra gondol. A DK európai parlamenti képviselője szerint az uniót nem érdekli a kvóta népszavazás. Ennek pedig az az oka, hogy a referendum eredményének semmilyen hatása nem lehet az uniós jogalkotásra. Minden tagországnak joga van annyi népszavazást szervezni, amennyit akar, és arról, amiről akar, de tudnia kell azt, hogy a népszavazásnak nincs olyan eredménye, ami az uniós jogot felül tudná írni. Merkeltől Szobotkáig minden egyes nyugat-európai vezető elismerte, hogy a pozsonyi csúcson, hogy menekült kvóta már pedig nem lesz. Az MSZP elnöke szerint a legfontosabb feladat jelenleg az Európai Unió megerősítése és a menekült kérdés felelős megoldása. Molnár Gyula azt mondta, a helyzetet sem a kvóta népszavazás nem oldja meg. A kvótát el kell felejteni, az emberséget viszont nem. Nem moshatjuk össze a terroristákat azokkal, akik a terror elől menekülnek. Háborús menekülteknek jár a menedékjog, de nem korlátlan számban. Molnár Gyula szerint uniós tagállamként Magyarországnak nem kellene az Európai Unió szétverésében érdekelt Putyin tárt karjai közé rohannia.